Jó. Ahogy látják, néha nagyon nehéz használni az internetet és prezentációt tartani, de reméljük, hogy sikerül. Szeretném bemutatni a német csapatot, Andreas, Anna Klein és Svenja Smith, aki még otthon van. Nem tudott elszabadulni otthonról a munkája miatt, de szeretnénk, hogyha így is jó bemutatót hallanának ezek a szakmai segítőink, akik itt ülnek, és később beszélünk róluk majd a prezentációnk során. Ahogy látják, a mi JobNet munkanélküli kutatásunkról szól a prezentáció, és nagyon izgalmas feladat volt ezt kivitelezni. A fiatalok, a fiatal németek és a munkaerőpiac bemutatásáról fog Andreas beszélni, de várnunk kell még nyilván a prezentációra, a prezire, hogy bekapcsolódjon. Szeretnék erről a helyzetről beszélni Németországban, és azzal kezdtem, hogy a munkával rendelkező fiataloknak mi a helyzete, és csak később a munkanélküliekről. Ez az első ábra, ami azt mutatja, hogy a fiatalok munka mit csinálnak a iskoláik befejezése után. Azok, akik elkezdenek különböző tanulmányokat folytatni, például megpróbálják újabb diplomát szerezni, a kék azok, akik szakképzést végeznek, ezt később még említem, és a piros azok az emberek, akik egy ilyen átmeneti rendszert belépnek bele, ez azt jelenti, akik nem találnak megfelelő képzési helyet, és nem mentek már, és már 10 éve, a minimális 10 évet nem végezték el iskolában, tehát nekik az a probléma, hogy hogyan illeszkednek be a rendszerbe ezek a fiatalok. Amint látják, ez a német tendencia afelé mutat, hogy minél jobb képzettséget szeretnének szerezni a fiatalok, és az átmeneti képzési fázisban kevesebb, egyre kevesebb ember van, de ahogy látják a következő ábrán, a pontos számokat látják, mit is csinálnak az emberek, a fiatalok az iskola befejezése után. Még mindig nagyon sokan vannak a zölddel jelölt átmeneti rendszerben, a pirossal jelöltek vannak még mindig iskola rendszerben, és a kékkel jelöltek egy ilyen kettős rendszerben helyezkednek el. Van velünk egy olyan szakértő, Kim, aki egy kétkezi munkát tanult meg ebben a rendszerben, és el is mondja azt, hogy asztalosként hogyan képződött ki. 21 éves vagyok, és asztalosi képzést kaptam ebben a kettős képzési rendszerben. Szeretném bemutatni azt, hogy hogyan történik ez. Először is meg kell keresni azt a munkahelyet, munkaadót, aki alkalmaz minket a gyakorlatra, heti 3-szori alkalommal, 2-szer pedig iskolába kell menni. Ez egy olyan iskola, ahol magának a munkának az elméleti hátterét tanuljuk meg, valamint 300 euróba kerül ez a képzés, és 3 éven át kell gyakornokként dolgozni. A második évben egy iskolai nap van, és a 4 hét alatt egyel több nap. De egy kicsivel többet keres az ember, 20
30 eurót. Az utolsó éven egy napi munka van, és 4 napi gyakorlati munka, és a végén olyan vizsgákat kell letenni, elméleti és gyakorlati vizsgákat, melyek lehetővé teszik azt, hogy magát az állást aztán megszerezhesse az ember. De az a nagyon jó dolog, hogy már képzett gyakorlott munkaerőként állunk munkába ebben a rendszerben. Lehet ez akár szobafestő, akár hentes, vagy bármilyen kétkezi munka. Ha van kérdésük, bátran tegyék fel. Ez egy 3 éves kettős képzési rendszer, ugye? Mi a feltétele a belépésnek? 10 év közoktatási tanulmány, 9-10 év azelőtt. De igazából az a lényeg, hogy egy céget találjunk, és őket kérdezzük meg, hogy hajlandóak-e beszélni kell a cég vezetővel, és meggyőzni, hogy alkalmazzon minket. Én nekem 10 év volt előtte iskola rendszerű oktatásban. Az arányokat kérdezi a hölgy, hogy itt az arányok a 3+2 képzési rendszer hetente, és az utolsó évben pedig 4+1 nap. A második éven mi a helyzet? 4 nap munka és 1 nap az iskolában, de 4 hét alatt, 4 hetente van 1+ nap. Tehát havonta egyszer 2+ napot töltünk iskolában. Milyen tantárgyakat tanulnak? A munkaadóján vagy a saját választásán múlik az, hogy milyen tárgyakat vesz fel. Igazából a magán a szakmán múlik. Értem. Mi a végeredmény? Valamilyen diplomával, oklevéllel rendelkeznek a végén? Ennek a... elnevezésében nem vagyok biztos, de az a lényeg, hogy mesterképzésbe is részt vehet, ha akar valaki. Nem túl olcsó, de a néhány év további képzést követően nem föltétlenül. Tehát van számos lehetőség, attól függ, hogy van-e másik cég, ami alkalmaz minket, és a hölgy azt kérdezi, hogy ki fizeti ennek a képzésnek a költségeit. A cégek fizetnek ezeknek az embereknek, ezeknek a gyakorlókoknak. Az az alapötlet, hogy az első éven fizetik őket, másodéven már kapunk, és a harmadik éven pedig a... Nem pontosan értjük, a rendszer kifizet, de hadd segítsek, az első éven természetesen kap egy olyan fizetést, ami mind a 3 évre vonatkozik, de első éven csak igazából a cégeknek költségként jelenik meg, második éven, ha igazán jó, akkor kaphat további pénzt a cégektől. Tehát van egy olyan ösztönző rendszer, amiben a fiatalok, ha keményen dolgoznak, akkor már a cégnek bevételt jelenthetnek, és nem költségkiadást. A harmadik éven pedig, hogyha már annyira jól képzett a hallgató, akkor már profitot is generálhat a cégnek, ugyanúgy, mint bármilyen más alkalmazott. Már csak egy utolsó kérdésem van. Ha ezeket az adatokat követjük, nem azt jelenti ez, hogy a kettős rendszer a legnépszerűbb Németországban?
mióta működik ez a rendszer Németországban. Elég régóta. Azt gondolom a 60-as évektől. Mindig is megvolt ez a rendszer. Németországban tulajdonképpen meg vagyunk lepve, hogy más országoknak ez miért nem létezik, ez ugyanez a rendszer. Később megmagyarázzuk. Köszönöm szépen. Nem végeztünk még. Nem könnyű ám Kimnek ez az előadói munka. Na, akkor kérdések. Azt szeretném megtudni, hogy a gyakorlat befejezésétől hány embert alkalmaznak ezek a cégek. Sokszor az én országomban ezek a gyakorlatok olcsó munkaerőként vannak alkalmazva, és aztán elengedik őket. Igazából az a jó, hogy más cég is felvehet minket, de azért a legtöbb ember ugyanazon modellt követi, hogy tovább tanulnak, és ez azért van, mert nem eleget keresünk, és nagyon nehéz munkát végzünk. Azok az emberek, mint én is, akik az A szintet csináljuk, nem szeretném az egész életemet asztalosként leélni, és 1200 euróért sem szeretnék örök életemben dolgozni, tehát ezért is az legtöbb ember folytatja tanulmányait egyetemeken, de nyilvánvalóan lehetséges ugyanazon cégnél, vagy más cégeknél is sok cég keresi ezeket a jó munkaerőket. Még egy további kérdés, egy rövid kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy a cége támogatja-e ebben a munkában? Azt támogatja-e a cég, hogy folytassa tanulmányait? A gyakorlat befejezésével megkérdezték, hogy szeretnék-e ott dolgozni. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta támogatás, hogy megkérdezték, hogy szeretnék-e ott maradni, de én nem maradtam. Az iskolai feladatokkal is segítettek nyilvánvalóan, és nagyon-nagyon sokat tanultam ezektől az emberektől a cégnél. De nem szeretnék itt dolgozni ezen munka nem hoz lázba. Néha lehetőség van arra is, hogy ugyanazon cégnél maradjunk, és még tovább is tanuljunk. Ez is lehetséges Németországban. Még további kérdés? Köszönöm szépen! Ez a mi régiónkban a helyzet, amit úgy látom a következő ábrában is, szinte ugyanez jellemzi egész Németországot. A kettős rendszer a legjelentősebb, de azért vannak jelentős különbségek. A fiatalok munkanélküliségével azért jelentős probléma van nálunk is. Ez a helyzet Németországban, ahogy látják, 5,4%-os a fiatalok munkanélkülisége, és fontos, hogy lássuk a különbséget Nyugat és Kelet Németország között.
ahol látják a százalékos különbséget, hogy nagyon alacsony. Miért ilyen alacsony a munkanélküliség? Meg kell, hogy határozzuk a munkanélküliséget. Mit jelent ez? Ha 65 évnél nem idősebb emberről beszélünk, ez az egyik definíció. A másik, regisztrálni kell munkanélküliként, tehát nem válik valaki automatikusan munkanélkülivé, amikor elveszti munkahelyét, hivatalos értelemben nem válik munkanélkülivé. És hogyha rövid idejű alkalmazást vagy van vesz részt, vagy pedig valamilyen hallgatói státuszon van valaki, akkor sem munkanélküliként regisztrálják. Ezért a fiatalok statisztikai adata a munkanélküliségre ezért egy kicsikét nyilván más képet mutat százalékos arányban. Van egy olyan hatékonysági modell és image, amit a fiatalok szeretnének megtartani, ezért eldönthetik, hogy ahelyett, hogy munkanélküli státuszon lennének, esetleg tovább mennek a felsőoktatásba. Mivel hogyha úgy tűnik, hogy nem elég hatékonyak, és nem vesznek részt valahogyan a rendszerekben, akkor az a hátrányára válik az egyénnek. Szeretnénk, hogy a másik analógia a túldolgozott, túlhajszolt munkaerő, de nem szeretném ezt részletezni, csak figyelmükbe ajánlottam, mint gondolat. Mi a kutatásunk eredményeinek összesítése? Érdekesnek találtuk azt, vagy érdekességet találtunk a különböző szakértők és a munkahelyet kereső fiatalok között is. Nézzük meg egyik videó bejátszásunkat Évával. These days you really have to reach the high school level. So many young people are out of their job. And even if they do it then somehow, you often hear that in many areas no jobs are free. Sok fiatalnak szembesülni kell azzal a problémával, hogy nagyon kevés munkahelyet ajánlanak fel. Hogyha például biológiát tanulnak, akkor a fiatalok motivációjáról is beszél Éva, hogy későbbiekben a közoktatási rendszerben problémákat találnak, hogyha nem tudják a legjobb szintet megütni tanulmányaik során, akkor választani kell, hogy folytatják-e a tanulmányaikat. Itt különböző választási lehetőségek vannak. Elkezdünk egy olyan munkát, amelyet talán annyira nem szeretünk, csak azért, hogy munkaalkalmazásba legyünk. Elemi iskolai tanárana. Nagyon rossz lehetőségek vannak az általános iskolai tanárok számára munkát találni. Elmagyarázom. Tehát a tanítók és tanárok munka lehetőségeiről és annak nehézségeiről beszél Anna. Mivel a munkaerőpiac borzasztóan tele van ilyen képzettségű tanárokkal, mert sokan azt mondják, hogy ha nem tudok más csinálni, akkor elmegyek általános iskolai tanára, mert tök jó dolog a fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, hogyha nincs más állás lehetőség. Tehát a demográciai változásoknak köszönhetőleg legalább gyerekek vannak egyre többen Németországban. Ha már valamilyen munkahelyet találtunk, akkor egy év iskolai gyakorlat után állást kaphatunk, de hogyha a nyári szünet előtt
ott hagyjuk az iskolát, és nyáron munkanélküliek vagyunk, akkor újra alkalmaznak. Hát ez a rendszer hibája, de nyilván ez is lehetséges, hogy újból alkalmaznak, vagy nem. Tehát arról beszél a hölgy, hogy nagyon frusztráló az, hogy sok munkahelyre kényszeríti, hogy a nyári szünet alatt ne legyen alkalmazásban, hanem munkanélküli legyen. Látták, ki ment már az előbb. Már az önök kérdéseit is megkaptak én a kettős rendszerrel kapcsolatban. És itt elmeséli azt, hogy több, mivel több pénzt akar keresni, ugyanazon vagy kevesebb munkáért, ezért tovább megy az oktatási rendszerben, a felső oktatásba, és nem marad asztalos. The craft in Germany is an attraction. You work a lot and hard, but you don't earn much. For example, if you wanted to start a family, you would have to do a lot of overtime to get enough money. Arról beszél az úr, hogy hogyha valaki családot akar alapítani, nyilván sok pénzre van szüksége, tehát az az alapképzés, gyakorlati alapképzés, amiben részt vett, nem fogja ezt lehetővé tenni, akkor most folytatja a tanulmányait, és a legnagyobb kihívás az, hogy hogy keressen ehhez eleget. Kevesebb munkával többet keresni, ez az, amit minden fiatal akar manapság. Azzal szeretném folytatni, hogy azok az NGO és szakértők, akik ezzel a területtel foglalkoznak, mit gondolnak. Ő egy nagyon közismert szakértő Németországban, és az átmeneti rendszerről beszél. Employment, at least in the official numbers, is so low, is due to two things. First, we have in Germany, especially in comparison to the current crisis countries in Europe, Németországban egy olyan rendszer van, ami ez a kettős rendszer, ami másütt Európában kevésbé létezik, és azt gondolom, hogy az a szakképzés, amit adunk a fiataloknak, nagyon jó, de a mi régiónkban például a hotelekben és a különböző szolgáltatóknál alkalmazott fiatalok kihívásokkal küzdenek. Egyre kevesebb gyerek van, aki gyakornokként szeretne dolgozni, és túl sok fiatal van ebben az átmeneti rendszerben, akiket ebből a rendszerből ki kell vennünk, és egy másik rendszerbe áthelyezni, mert munkaerőként van rájuk szükség. A munkakörülmények nehezek, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy sok fiatal munkanélkülévé válik. 17 ezer fiatal lépett be ebbe az átmeneti rendszerbe nem régiben. Ez azt jelenti, hogy a magasabb iskolai képzettséget szeretnének, de néha évekig itt parkolnak ebben az átmeneti rendszerben ezek a fiatalok, de ezek sajnos nem jelennek meg a fiatalkorú munkanélküliek, fiatal munkanélküliek statisztikai számában. Túl sok fiatal van ebben az átmeneti rendszerben, annak ellenére, hogy a cégek keresik a fiatal alkalmazható gyakorlati munkaerőt. Ezért, ahogy látják, a német statisztikai átlagok nagyon szépek, de nem pontosak. Egy szociális munkás következik, aki látnak, és egy jó gyakorlatot mutat be röviden. Arról beszél, hogy mik az okai a német fiatal munkanélküliség, mi az oka annak, hogy a fiatal munkanélküliek száma növekszik Németországban, és hogy mit tehetünk ennek leküzdésére.
From my perspective, the problem already starts at school. Már az iskolában látom a hibát, mert nagyon merev az a közoktatás rendszerünk, és nagyon központosított és nem hatékony. Csak egy bizonyos százaléka a kimeneti embereknek sikeres, és azok, akik elhullanak a rendszerből, azoknak sajnos nincs sok lehetősége. Az új demográfiai változásokat nem követi az iskola rendszer megfelelően. Minden fiatalra szükségünk van a munkaerőpiacon. Nagyon nagy az a csoport a fiataloknak, akik munkanélkül vannak, de meg kell említenünk, hogy különböző típusú emberek tartoznak ide, és a társadalmi státuszuk is különböző, lehet gazdag, szegény, különböző hátterű, anyagi hátterű. A legutolsó rövid interjú szintén egy szociális munkás mutat. Mainz környéki munkaterületen dolgozik, és fiatalokkal dolgozik főleg. Azon az átmeneti időszakon segít, amely az iskolából a munkaerőhelyre besegíti a diákok, a fiatalokat, és arról beszéltünk, hogy lehet a politikusokat, a kormányzatot és minden felelős tényezőt együtt rábírni, hogy együttesen dolgozzanak a probléma megoldása érdekében. This is a very stable group. These young people are disadvantaged and therefore solidified in youth unemployment. Because of the structure of unemployment in Germany, I think. Itt egy strukturális problémáról beszél az úr, hogy ezek a fiatalok nagyon nehezen kerülnek be a munkaerőpiacra. Tehát velük azért kell dolgoznunk tovább, hogy segítsük azt, hogy konkrétan munkát vállalhassanak, és olyan pozitív motivációt és bátorítást adjunk, amelyben megtudják azt, hogy pontosan kik ők és milyen szerepet játszhatnak a munkavállalók piacán, hogyan tudnak versenyképesen munkahelyért küzdeni. Fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és ezen fiatalok számára különös jelentősége, hogy megismerjék önmagukat először. Az ajánlás, illetve a legjobb gyakorlatok. A kettős rendszert illetően sokat beszéltünk már erről. Azt gondoljuk, hogy az egyik legjobb gyakorlat Németországban ez a kettős rendszer, hiszen ebben az iskolai és a szakmai képzési rendszer együttesen működik, és gyakorlati és elméleti képzést is nyújt. Azt gondolom, hogy én is megerősíthetem azt, hogy ez így hatékony. Én is azt mondhatom, hogy én is a tévét néztem tegnap este, a német tévét. Köszönöm szépen a hotelszobát, és a szaunát külön köszönjük. Arról beszéltünk, hogy a miniszterelnöki találkozón is erről a beszéltek, erről a fiatalok munkába állási lehetőségeiről, és azt a konklúziót érték el tegnap, hogy igazából nem nyújt gyakorlati tudást, megfelelő szintűt a rendszer pillanatnyilag a fiataloknak. És jó megerősítés volt, hogy a német rendszer gyakorlatias központú. A másik, az a kompetenciához kapcsolódó kérdés, illetve gyakorlat, hogyha problémák vannak, például családi problémák, vagy költözés, vagy akár drogos probléma, akkor a megfelelő helyre kell menni, hogy segítséget kapjunk.
még egy következő helyre, hogy pénzt kapjunk, hogy sikerüljön mondjuk például elköltözni, vagy munkahelyet találni, tehát sokféle nehézséggel és a rendszer kihívásával ezeket kell együttesen kezelni, de mivel fiataloknak mással van tele a feje, ezért a kompetencia alapú segítségnyújtásban egy emberhez kell csak menni, aki majd végigkíséri a fiatalt ebben a folyamatban, és elmondja ez a segítő azt, hogy a konkrét adott fiatal mit tehet lépésről lépésre. Ez egy ilyen eseti munka, amikor egy-egy konkrét személlyel dolgozik valaki, és ez is segít megoldani a fiatalok munkanélküliségének problémáját. Itt kiemelném azt, hogy a stratégiai tervezés, a politika és a fiatalok összefoglalása együttesen szükséges ahhoz, hogy a rendszert megváltoztassuk. Ha szeretnének többet tudni erről, akkor a szakértőnk Petra fog később erről beszélni. Itt ül köztünk a fekete hajó. Ez egy olyan segítőszolgálat, aki kézen fogja, és segíti, majd elengedi a fiatal kezét, amikor már a folyamat sikeresen befejeződött. Az utolsó megfelelő és hatékony gyakorlat az egy informális tanító rendszer, ami azt jelenti, hogy valamilyen szociális területen egy évig önkéntes munkát végezhet a fiatal. Itt egy kis korlátozott úgynevezett zseppénzt kap a fiatal, de ami a nagyon jó, hogy új társas kapcsolatokat és tapasztalatokat szerezhet, és sikerül eldönteni egy év alatt, hogy mit is szeretne az életével kezdeni a fiatal, valamint nemzetközi, különböző nemzetközi projektekbe is részt vehet, tehát kiterjesztheti nézőpontját, nézeteit, megismerhet új tapasztalatokat, és vállalkozói tapasztalatokra is szert tehet. A JobNet-hez hasonlóan vannak olyan projektek, amelyek azt karolják fel, hogy ezek a fiatalok részt vegyenek ilyen projektekben, ilyen egyéves projektekben. Ennek része még az is, hogy nemzetközi cserekapcsolatokba is mozognak a fiatalok, akár Magyarország, Franciaország, Németország közösen érintő csereprogramokba. És ezek a nemzetközi cserék azt segítik, hogy nyitott gondolkodásúak legyenek a fiatalok. Nyilvánvalóan az, hogy a nehézségeket jobban vegyék, és aktívabban segítsenek magukon a fiatalok. A vállalkozói gondolkodás Németországban fontos, Németországban is úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a Nagy-Britanniából hozott tapasztalatokat megismerjék a fiatalok. A fiatalok hazajönnek és elmesélik, hogy ezt csináltak, azt csináltak Angliában. És egy 18 éves mit is kezdjen magával, azt gondoljuk, hogy ha vállalkozóként megjelenik, akkor ez nagy meglepetést is okoz néha a németek között, hogy valaki már ilyen fiatalon vállalkozik. Köszönöm a figyelmüket. Kérdéseiket várjuk. Remélem nincs túl sok kérdés. A munkanélküli definíciójáról beszélt, azt szeretném kérdezni. Hogy pontosan mi a
a definíciót, tehát a 16 és 65 év köztiek, akik nem oktatásban vesznek részt, és nem rendelkeznek munkahelyjel. Ez a munkanélküliség definíciója. Ez a net, tehát a nettó statisztikai számadata a népességnek, erről van ez szó? Nem pontosan hallom sajnos a kérdést. Ez az átmeneti rendszer mit jelent? Később elmondjuk. Az átmeneti rendszer az olyan, hogy egy munkanélküli hivatalhoz megy, és nincs jó munka, amit ajánlhatnak önnek, akkor valamilyen tréning vagy képzésbe betesznek, és vissza megy az ember a tréning befejeztével 2 hónap után például, és akkor, ha még mindig nincs munkahely, akkor munkanélkülivé válik, vagy pedig munkanélküliként tartják számon a 2 hónap alatt is. Megint visszamegy az ember a munkanélküli hivatalhoz, és 6 héten belül újabb képzést kell ajánlania a hivatalnak. Tehát van egy csomó fiatal, aki egész egyszerűen nem megy be ezekhez a hivatalokhoz, hanem otthon marad. Ez az átmeneti rendszer, vagy pedig befejezte a középiskolát, és nem talál gyakorlati képzést, vagy nem akar dolgozni egész egyszerűen, és megy egy másik iskolába, egy következő képzési rendszerbe, de az a cél nem feltétlenül az, hogy minél magasabb képzést szerezünk, csak hogy ott ellavírozzanak ezek a fiatalok a rendszerben valahol. Tehát valamit csinál a fiatal, hivatalosan úgy van számon tartva, mint átmeneti állapotú, de konkrétan se nem dolgozik, se nem tanul felsőoktatásban. És nem fizet más képzésért. Ha fiataloknak nem kell semmilyen oktatásuk költségeit állni.